Soha sehol eddig nem látott információk következnek majd most ebben a videóban. Pornó. Most azonban megmutatom, hogy pornó. És aki még nem tette, kérem, hogy iratkozzon fel itt a YouTube csatornámra. Pornó. Amivel rendelkezett a Facebook oldalam. Mészáros Lőrinc. Mindenféle indoklás nélkül, politikai okokból. Pornó. Nagyon aljas, rágalmazó, csúsztató. Pornó. Támogassák a Magyar Jelen kiadását, mert ez hasznos és jó a magyar hazának. Pornó. És akkor most pedig kezdünk. Sziasztok! A Watchdog sorozatunk mai külön kiadásában Torockai László, oknyomozó riporter segítségével szeretettel köszöntök mindenkit! Bemutatjuk a kutyapárt mögött álló összefüggéseket, a titkos kapcsolódásokat, és hogy valójában ki is áll a háttérben. Egy nagyon szövevényes hálón át mutatjuk be azt, hogy hogy irányítja a kutyapártot a globális elit Rogán Antalon és Bajnai Gordonon keresztül. Tulajdonképpen régóta sejtjük azt, hogy Magyarországon a pártpolitika az tulajdonképpen egy hatalmas színház, ahol a színfalak mögött különböző gazdasági és üzleti érdekek, szálak kötik össze a különböző pártokat. Konkrét tényekkel és bizonyítékokkal fogom bemutatni azt, hogy még a kétfarkú kutyapárt is része ennek az egész bábszínháznak, tehát miközben rendszerellenesnek mutatják magukat, tulajdonképpen pontosan ugyanúgy részei a rendszernek, mint a Fidesz és a balliberális oldal pártjai, sőt, a Fidesz és a balliberálisok pórázon tartják, pórázon rángatják a kutyapártot. És valóban kellenek a leleplezések. Fontos, hogy tudjuk az igazságot, lássuk az összefüggéseket, megértsük a dolgok valódi értelmét, és hogy rájöjjünk, hogy kik mozgatják valójában a szálakat. Éppen most tartunk 207 ezer feliratkozónál. Miért mondja, hogy 207 ezer? Nézd, ott bekarikázd, hogy 207 ezer. Bocs, meg kell néznünk valamit. Jó munkát! Megvan. Köszönjük a munkádat. A 207 ezer egy ártalmatlan számnak tűnhet. De magam is meglepődtem azon, hogy mi bújik meg mögötte. A Babetta 207 ezres modellje a javamoped.hu-n van hirdetve. És hogy mit kell tudni a javamopedről? Azt, hogy 9 betűből áll. És mi áll még 9 betűből? Hát Torockai László vezetékneve. És hogy honnan tudhatjuk azt, hogy mindez összefügg? Egyszer azt mondta nekem valaki az utcán, hogy Adolf Hitler unokaöccsének szobatársa egy ugyanilyen Babetta 207 ezres mopeddel rótta Csehszlovákia utcáit. És az összefüggések itt még messze nem érnek véget. Sokan hajlandóak elnézni a kétfarkú kutyapártnak azt, hogy nincs semmi programjuk, jövőképük, mert legalább nincsen oligarchájuk és harcolnak a korrupció ellen és rendszerellenesek. Legalábbis eddig azt hittük róluk. Most azonban megmutatom, hogy van oligarchájuk, üzletelnek, NER lovagokkal, sőt még Mészáros Lőrinc köreivel is van közük a korábbi balliberális kormányhoz, de még üzleti kapcsolatban állnak a Megoldás Mozgalom alapítójával, a pornó milliárdossal, Gattyán Györggyel is. Pornó. Jó, ez fontos, ez jó, hogy ki fog most derülni. Több ilyen műsor kellene, abszolút hiánypótló, amit most így együtt láthatunk. Soha sehol eddig nem látott információk következnek majd most ebben a videóban, amiből kiderül, hogy még a kétfarkú kutyapárt is a rendszer része, és semmi más szerepet nem töltenek be, csak egyfajta gőzlevezetők, átverő színművészek csupán. Ez egy nagyon hasznos és valóban nagy munka. Én igazából örülnék, hogyha a Torockain kívül mások is csinálnának ilyen videókat és foglalkoznának oknyomozással. Úgy egyedül nagyon nehéz neki, de ez egy ennél hasznosabb munka, nagyon kevés van. A poén az, hogy éppen annak köszönhetően sikerült még azt is földerítenünk, hogy a kétfarkú kutyapárt is ennek az egész neres bábszínháznak a része, hogy a kutyapárt egy nagyon aljas, rágalmazó, csúsztató, lejárató kampányt indított a Mi Hazánk mozgalom ellen. Jó, ezt tekerhetjük, itt csak arról beszél, hogy mennyi állami pénzt kap a kiadóiknak, hogy milyen keveset vannak az RTL-en. Én szerintem ez egy alapvetően jó dolog, hogy a Mi Hazánk újságjának a kiadója kap állami támogatásokat, tehát jó, hogy nem az emberek pénzét kell a tájékoztatásra költeni. A kétfarkú kutyapárt támadásában azonban az volt a legérdekesebb elem, hogy a lejáratónak szánt cikket azonnal egy időben átvette és leközölte a Telex és az Index is. Furcsa volt tehát, hogy ez a nagyon izzadságszagú, a kétfarkú kutyapártól érkező lejáratónak szánt írás egyszer jelent meg a Telexen és az Indexen.
Na várj, és akkor most tényleg megvettük az indexet? Hát ezt kérted. Nem az volt, hogy nincs rá pénz? Azt mondtad, hogy nem akarod tudni, hogy miből vesszük meg. Ez mondjuk igaz. Így aztán úgy döntöttem, hogy kicsit nyomozunk a kétfarkú kutyapárt házatáján. Gyakorlatilag rengeteg tény és különféle dokumentumok szerepelnek, ahogy feldolgozták, tehát begyűjtötték a szükséges anyagokat, meglátták azokat, amiket nem mindenki lát meg elsőre, ugye azért ez egy kell tudás, kell szakmai tapasztalat és jártasság ebben az egészben. Igen, és források. Nagyon fontosak a források. Pornó. Ezt majd meglátjátok egy ponton, hogy mennyire fontos, hogy az ember visszacsekkolható, ellenőrizhető forrásokkal rendelkezzen. Ők gyakorlatilag napjaink hősei, akik felnyitják a szemünket, és utat mutatnak azoknak a választóknak, akik ezek nélkül, a műsorok nélkül nem hozhatnának valódi, hiteles döntést, amikor elmennek szavazni. 2018 és 2022 között a kétfarkú kutyapárt... Jó, az ismereti támogatja, hogy a kutyapárt mennyi állami támogatást kap meg, hogy megbírságot minket az ÁSZ. Ez jó, hogy feltárták, hogy az állami számvevőszék megbüntette a kutyapártot. Ez erős, ez működhet. Végül is az állami számvevőszék egy valóban független szervezet. Ja, meg úgy meg szoktak büntetni minden ellenzéki pártot. Mi az ánkat nem büntették? Az MSZP-t sem. A párt csak a kirakatba tették, kapnak havi fizetést, és büszkén fogyasztják, és reklámozzák a kábítószereket. Pornó. De nem ők a valódi irányítók. Na, szerinted ki az? Jó, hogy végre megtudjuk, én is kíváncsi voltam, szerintem te. Szerintem a Bürger. Nézzük meg. Hanem dr. Nánásiné Abonyi Gyöngyi. És hogy ki ő? Mészáros Lőrinc. Fú, basszus, ez nagyon gáz. Én úgy lehet, hogy tudom, ki ez a csaj. Kicsoda? Volt itt valami nő múlt héten. Nem, biztos, hogy nem az. Viszont van egy nő, aki minden nap délben felhív, hogy megmondja, hogy mit csináljuk aznap. Az lehet ő? Janus. Na várj, és akkor végül is mit mondott ezt? Honnan szedi? Pornó. Ennyi basszus, valaki mondta? Később kiderül valami még erről? Szerintem nem különösebben. Valaki mondta. De ez nem fontos, hogy ki mondta, nem? Azért nem túl erős. Játékos oknyomozás Laci bácsival. A forráskritika. Ha Pistike az óvodában azt mondja, hogy apukája űrhajós, mielőtt elhinnéd és másoknak elmesélnéd, kérdezd meg róla az anyukáját, hogy tényleg úgy van-e. Lehet, hogy Laci bácsi azt hallotta, hogy Gyöngyi néni irányítja a kutyapártot, de azért megkérdezhetett volna erről még más felnőtteket is. Most nagyon figyeljenek, mert szövevényes céghálókon keresztül fogom bebizonyítani és megmutatni, hogy a kutyapárt valódi vezetőjétől hogyan juthatunk el milliárdos oligarchákon keresztül egészen Rogán Antalig, a NER-rendszer pókhálójának pókjáig. És hogy az összefüggések itt még nem értek véget, azt mi sem bizonyítja jobban, mint amit most mondani fogok. Torockai László csuklóján egy Emporio Armani kvarc kronográf órát találunk. De hogy miért fontos ez? Az Emporio Armani 13 betűből áll. Ezt bárki leellenőrizheti a Google-ban. És hogy mi áll még 13 betűből? Soros György Junior neve. Magam is meglepődtem, hogy milyen szétválaszthatatlanul egybefort egymással Soros György Junior tevékenysége, Adolf Hitler hagyatéka és a Mi Hazánk mozgalom politizálása. Cégi jegyzék szerint dr. Nánásiné Abonyi Gyöngyi a tulajdonosa egy JBE Zorg ZRT nevű cégnek, a JBE Zorg ZRT pedig a Power Angels ZRT jogutódja, amelyet Oszkó Péter alapított. Játékos oknyomozás Laci bácsival. A cégek nevei. Attól, hogy egy nénnek megváltozik a neve, mert például férhez megy egy bácsihoz, ő nem lesz egy másik ember. Ugyanígy, ha egy cégnek megváltozik a neve, attól még nem lesz abból másik gazdasági társaság, rosszul mondja Laci bácsi. A Power Angels nem a jogelődje a JBE Zorgnak, hanem ugyanaz a cég, csak új nevet kapott, mert megváltozott a tevékenysége. De a megdöbbentő hálózat itt nem ér véget, még csak most kezdődik, figyeljenek csak. A kutyapárt vezetőjének cége, a JBE Zorg ZRT 35%-ban részvényese Oszkó Péter Oxo Technologies Holding ZRT nevű cégének is. És lásd csodát, ebben a cégben a másik tulajdonos Magyarország negyedik leggazdagabb embere, a szex kamera szolgáltatásból meggazdagodott pornó milliárdos Gattyán György, aki egy másik párt, a Megoldás mozgalom főnöke. Hú, hallott, baj van. Ezt nem hiszem el. Ha Gyöngyi marhára nem tulajdonos ebbe a cégbe, amit a Torockai mondott.
De be biztos vagy. Szkóval mondom, az egész egyetlen dolgot próbálnak leivatkozni az egész nyomorult lejárató videóba, és az se igaz. Játékos oknyomozás Laci bácsival, részvénytársaságok tulajdonosai. Ha Peti kap Ágitól egy ládikót, amiben tavaly még volt egy alma, akkor lesz Petinek almája? Bizony nem lesz neki, csak egy üres ládikája. Gyöngyél 2021-ben lett a JBL Zorg, amikor az már rég nem volt tulajdonos az Oxo Technologiesban, így Gyöngyi se volt az soha. Ez csak tévedésből állítja a Laci bácsi. Oké, szóval ebben a szuper torockai féle videóban bár elsőre valóban úgy tűhet, mintha lenne valamiféle tartalom, ha jobban megnézzük, igazából nem marad semmi. László két állításra alapozza az összes hülyeségét, amit abból kikövetkeztet. Az első az, hogy igazából Abonyi Gyöngyi irányítja a kétfarkú kutyapártot, ami egyrészt nem igaz, másrészt a torockainak a forrása az, hogy ezt valaki neki mondta. A másik pedig, hogy egy bizonyos cégben szerinte Abonyi Gyöngyi tulajdonos volt. Az igazság az sajnos, hogy ebben a cégben Abonyi Gyöngyi soha nem volt tulajdonos. Szóval gratulálunk, tényleg nagyon alapos, szép és korrekt munkát sikerült letenni az asztalra.